Sziasztok! A nyívém Haka Play! A mai napon egy unboxing fog következni! Ez egy kis story lime! Tök mindegy! Mentem az izébe, mentem a klubba, azt megláttam a pócon a dolgot. Láttam a pócon a dolgot, ott volt a pócon a dolgok. Mindettem, néztem. Neki mostan, aztán van, olyan szemem, mint a sasnak, négyszer egy zoomon van. Négyszer is. Aztán így a hosszú nyakam oda nyújtottam, néztem, az ott van, ott van. Ha most meg, nekem ez kell. Fogtam fémalkótyam, mint a hirányom. És levettem a pótolgát, És most ki fogjuk bontani. Megnézzük. Az is csak kétszer ez olyan, nekem négyszer, honnan olyan hosszú nyakam van, mint az a halat. Akkor is nézzük, bontsuk ki, és csináljuk meg a cuccot. Úgyhogy, na csináljuk. Ezzel fogom kibontani ezt a kéder tojást. Na, csak ott is vannak a cuccok! Bontsuk is ki! Uá! Hátszá! Aztán nem lehet pockázni! Bossz meg! Jól láttam az ujjamat! Bossz meg, keci! Baszom! Na, most, hogy idé feltettük a témát, a hülyeskedést. Na. Srácok, remélem tetszett a videó elején levő paródia. Gondolom a LEGO perceket egy kicsit érdekesebbé tesszük. És tényleg ezeket a kóba találtam, és gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálunk be valami jobb, meg érdekesebb tartalmat. Na, akkor találhatok itt mindenféle szettet, picikét, mégpedig helye közel négyet, pedig ezt is creatornak mondjam, pedig ez egy, hogy látjátok, ez egy briquettes, de mindegy is. És azt hiszem ez egy télapó akar lenni, ha minden igaz. Kis sapkával, meg ilyenek. Itt láthatjátok, hogy összerak egy ilyen, készül a karácsonra, és készíti az ajándékot. Már a gyerekeknek nem tudom, hogy miért ő készíti. A télapó, mert nem az ő dolga, de készítés, itt van mellett egy ajándék is. A következő, ez pedig tényleg egy creator set, ez egy vasúti, nem kocsi, hanem ez egy mozdonyt lehet összerakni benne, illetve itt van a, miatt gondoltam, hogy elkészítem a videót, ez pedig egy ilyen kis Wizard World készletbe tartozik, ami konkrétan azt hiszem a Harry Potteres készlet, de a Wizard World szokták azt a logót használni a mi a faszom volt? A legendes állatok és megfigyelésük LEGO szetteknél, ha jól emlékszem. Itt meg van egy LEGO City, ez egy űrhajós, illetve egy műholdat lehet összerakni. De melyikkel is kezdjük? Lehet, hogy legkönnyebbe kéne kezdeni. Nem is biztos, hogy ez a legkönnyebb. Azt tudjátok, hogy kezdjük a Harry Potter szettel, ami eléggé egyszerű, illetve akkor már így, hogy bevázoltuk ezt a témát. Ebből például nem csináltam videót, de ez is eléggé jó pofa dolog. Hisztis Mirtil. Ezt egy ilyen kis zacskóba lehetett kapni. Ez is 1400 forint. Ezek is, de viszont ezek nagyobb szetnek minősülnek. Látjátok, eléggé koportos a ruhája, illetve Tom Dennen naplója van a kezébe. Ezt csak azért teszem így ide, hogy és van hozzá mindegy kezé ilyen külön mozat. Ezt egy zsákbancska, ez Tesco-ba meg ilyen helyeken lehet találni, és akkor abban elvileg a második generációban 16 különböző van. De ebben viszont konkrétan tudjuk, hogy mi van. Rá is van írva, a kép is mutatja, hogy Harry Pottert is Hedwig is benne van. Itt van a kis összerakó útmutatója.
és ahogy illik és mutatja is a dolgot, először a figurával kell kezdeni, ha minden igaz. Javol, igen, így van, a figurát kell összerakni, Harry Pottert, illetve a kis hátvidunkat ide teszem, hogy ti jobban lássátok, ezt csak így le, így kabalának tettem oda. Látjátok, hogy ez a set is darabja 1500 forint, és nem sok elemet tartalmaz, de viszont gyorsan össze lehet rakni. Kezdjük a kis Harry Potterrel, ami azt mondhatja, hogy van neki egy ilyen műanyag haja, és azt kell tartani a fejére, és van egy mosolygós arca, illetve van egy megijedt, rémült arca van neki, úgyhogy rakjuk rá a haját. Saját haját rakjuk rá, utána a test, így, illetve a láb következik. És ha minden igaz, akkor ő most éppen azt hiszem kajálni fog, reggelizik, hogy ebédel. Szerintem ez inkább reggeli. Akkor jöhet a madarunk, Hedwig. Ebből azt hiszem kettő elemet is kapunk, van egy tartalék is, mert hát ezt másképp is össze lehet rakni, gondolom én. Kell nekünk egy ilyen fehér elem. Ezt rá kell rakni a talpára. Szerintem, opa, fordítva? Nem. Így rá kell rakni a talpára. Egyébként ma így megáll Hedwig. Láthatjátok, eléggé szépen meg van festve. És jól is néz ki. Kell nekünk a karom elem, amit így oldottak meg, ez egy ilyen kamposzerű valami. Így berakjátok neki, és a seprőt így rá tudjátok tenni. Hogyha... Aha, így, ha így rakjátok, akkor mint két karom lenne egyébként, de most jelen esetben így lesz, és plusz rá tudjátok rakni a seprőt. Ez konkrétan az a részlet, mikor Harry Potter azt hiszem reggelizik, és pont ez azt hiszem az első rész, és pont akkor hozza neki azt hiszem a Nimbus 2000-et. Azt hiszem ez pont az a jelenet, de majd vágok be egy képet, és majd láthatjátok is, hogy az első konkrétan három lépés meg is van. Aztán most jön, jó, ez most így meg fog állni, jön az asztal, amihez kell nekünk egy lábelem, amihez kell kettő ilyen elem, ilyen deszko elem, nem tudom, látjátok-e. Ezt ilyen tök gyorsan össze lehet rakni, ezek ilyen gyors szettek. Hát nem mondjuk, kicsit meg kell igazítani. Így. Már még egy picit igazítok rajta, kell kettő barna. Most kettő, négy. Illetve kell még egy ilyen, már amit mondtam, négy elem kell. Jó, én már negyedik lépésnél tartok tulajdonképpen, elég gyorsan haladok. Tudjátok, az év meg a tapasztalat. Nem, azért annyira nem vagyok tapasztalt még legózásba, de nem, már egy pár szettet már kiraktunk. Nem kisebbeket, de az elég tapasztalatot ad az embernek, hogy már tudja, hogy mit, hogyan kell összerakni. Jöhetnek a szélső deszkalemek, illetve középre az asztalelem. Így, és bejelzhetjük a poharat, amit az egyiket ide kell, a másikat ide mellé, két pohár elemet, és eddig így meg is vagyunk az asztallal, kell nekünk két tányér,
De lehet, hogy ezt majd én nem én állítom össze, hanem majd a bogjót fogom majd ráállítani az asztalra. Aztán ugye kell a hús elemünk, ami így néz ki, egy csirkecomb. Amit konkrétan így állítunk be, kell még az asztalra, még egy elem. Nem is a fehér elem kellett volna egyébként, hanem a... Így is akkor erre rá tudod tenni a sütemény vagy muffin elemet, ami így tök fényes és tök jól néz ki. És akkor van egy ilyen, még egy ilyen kis, ami kis tányért képvisel. És arra meg rá tudod tenni ezt az elemet. És akkor ez készen is van. Ugye tudom elé állítani Harry Pottert, de lehet, hogy én majd úgy fogom csinálni, hogy a kezébe adom a serpűt majd. Azt meg tudom oldani. Így, nem tudom, valahogy. Így, mint hogy készülne a meccsre, másik kezében meg van egy ilyen izé. Kettő pálcát is kaptunk, hogy mi? Nézzük majd a kép. Aha, kaptunk kettő varázspálcát is, menjél már. Ez tök menő. Kettő varázspálca elemet is kaptam, mi a szösz. Kapásból nem is egyet, hanem kettőt. Másik kezében meg bele tudjuk rakni a varázspálcát, ami így néz ki, egy ilyen sima elem, és akkor azt meg közül. Ó, az nem lesz jön. Ez nem lesz egy terű szituáció. Ó, az el is ment a sunyackóba. Úgyhogy ez készen is van. Aha, mi hogy az az első rész, ezért neki konkrétan olyan mini lába van, hogy ezt így konkrétan így nem lehet behajítani, de mi hogy a seprű az konkrétan megtartja így, amúgy se dőlne el, az meg azt csináljuk, hogy van egy jobb ötletem, hogy tényleg megálljon, azt meg ideállítjuk. Így, na nem jobban néz ki? Így, és akkor ott van hátvig. Úgyhogy ez egyelőre így néz ki, ahogy én elképzeltem, sőt majd lehet, hogy majd őt is majd, nem tudom, hogy kevesebb helyet foglaljon, hát többet teszem, de így mellé, tudjátok. De csak már kint van a képben. És vannak még plusz muffin, illetve plusz elemeink, amit meg később félreteszek, plusz egy, van még egy varázspálcám is. Most gondoltam, hogy ennyi plusz elem marad egyébként, úgyhogy tök jó pofa. És azt meg tudom még úgy csinálni, hogy teszek majd még rá elemet, nem tudom, majd még. Plusz majd kiegészítőnek még egy sütit rárakok, hogy kevesebb elem maradjon, kevesebb veszem el. Egy. Ezeket meg akkor félre rakjuk. Na, akkor ez meg egy ilyen kis izé, ilyen kis inzertszerűség volt, azt meg ki kell dobni. És akkor ennyi is ez a kis mini set. Tök jó pufa, nekem tetszik, könnyű összerakni, gyors set. Na, akkor az összerakásért az persze mindenféleképpen félre rakom. De eddig ez így jól is néz ki. A következő egy egyszerűbb lesz, még pedig egy Lego City set. Már 12 perc múlva van, hogy is hogy tudsz a videó. Na, megint. Itt az összerakásia. Nem volt már egy Lego City setünk a Lego percekbe. Még pedig egy helikopter. És mondjuk ez egy újságban volt. De itt meglátjuk, meg marad a plusz elem. Akkor összegyűjtjük, aztán később majd össze lehet vele rakni egy másik szettet. Itt meg konkrétan egy műholdat fogunk
kapni, illetve kapunk egy űrhajóst. Aha, itt megmutatja, hogy egyébként, hogy az űrhajós szedbe vannak egy pár ilyen dolgok, például ilyen kilövő állás, plusz rakétával, plusz állomásra, illetve a, ehhez a szethez, hogyha a nagyobbat vesztek, a 60-224-es modellt, akkor viszont már kaptok hozzá egy űrhajót is, illetve van egy ilyen holdjáró is, ami még ugye rajta nincs ilyen izé, szkafander, úgyhogy ez még a... Szerintem lehet, hogy ez még a földön van, lehet, azt mondom, hogy mind csak tesztelik. Az eszközt, itt meg már az űrben van egy ilyen nagy űrizé, űrállomás. Na, akkor nézzük meg, hogy hogyan kell összerakni. De hogy nem is vagyunk számokat, mert ugye lesz még kettő szett. Egy brickhead, creatornek van izéval, mondva meg még egy rendes creator picike. Na, akkor nézzük is, kezdjük az űrhajóssal. Rakjuk össze a testét. Egész jól szépen megfestett teste van neki, láthatjátok. Ő neki már rendes lába van, nem mini lába van. És elég szépen meg van festve. Rá kell rakni a fejét, aminek, mi vagy az Lego City, azt hiszem a Lego City csak be is volt olyan, aminek két arca volt. Azt hiszem, de ennek csak egy arca van. De szerintem csak azért csináltak egy arcot, én csak azért sejtem, mert ugye magába, ebbe az űrruhába úgyse fog neki látszani az arca. Így, és akkor a következőbe rá tudjátok rakni a... Mondom, hogy... Ne éld meg, hát ne éld meg. Miért ne pattasz meg, nem pattaná? De így megy rá. Na, ez az. Mondom, ráment, és akkor azért nincs egy két arcom neki. Amúgy is rajta van az a szkafander, és úgy sem lehet fel látni. Van neki egy csavarkulcsa. Ez már ugye a kínai Lego készletben is volt egy ilyen csavarkulcs, de... szerintem az jobban néz ki. Így. És... következőben meg össze kell rakni nekünk a szettét, mégpedig kell egy ilyen elem, kell egy hosszúkás technikelem. Az a kettő. És arra kell ráraknunk egy ilyet. Ilyet, és akkor ez lesz neki a lámpája tulajdonképpen. Basszus, kést a kezemből. Kiesett. Semmi baj, no para, srácok. Így. És úgy látjátok, neki már készen is van a lámpája. Tök jól néz ki. Úgy. Ez kész van. Igen, a másik oldalra akkor nem kerül semmi. Most rakjuk össze az űrállomást. Meg kell egy ilyen elem. Kell egy sárga tetejére. Amúgy... tetej... a sárgának meg jön egy ilyen, ez már a kettes lépés. Így. Arra kell egy világos szürke elem. Ami, ja, ilyen szürke. Ezt kell megismételni, szóval ebből kell kettő. Ebből kell kettő. Hol van egy jelenem? Ja, aha! Így kell neki. És ezek, ezt printeltelem. Matricát nem kaptok hozzá, de kaptok egy ilyen printer számlapot. Azt hiszem ez kell oda. Így van. És a másik mellé meg kell egy átlátszó elem, ami nagyon jól néz ki. Eddig így néz ki. A következőben kell a... haladunk tovább. Kell kettő fehér.
Ja, nem volt egyébként az izébe is. TIE Interceptorba is csak ugyanilyen, csak feketébe. És erre jön a fehér. Arra pedig a követ. Nem jó. Nem, 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 szevasztom. Nem, már jön a következő meg. Így. Így néz ki. Nem jó. Egy lépést kihagytam. Igen, és most jön le. Jó, a 8 lépésbe így álltok. Ez a közepe neki, hogyha a képet nézzük. Így van. És akkor így fog tulajdonképpen kinézni. Azt hittem, hogy egy kicsit könnyebb ez, de nem bonyaszám. Már csak 11 lépésből áll az egész. És konkrétan elég gyorsan lehet vele haladni. Kell a kiajtható elemre kell felfel egy ilyen, így kifelé. Ezekre az elemekre pedig... Hadd gondolkodjak, most már azt nem mutatok, az, hogy olyan kell. Ja, megvan. Ezeket az elemeket össze kell rakni. Igen, most mutatja egyébként. Ezt kell ismételni. Így, és akkor ezekre az elemekre kell rárakni a... Így néz ki. Így. Vagy nem jól raktam rá. Szerintem, hanem. Aha. Igen, és most rakjuk rá. Nem, fordítva. Fordítva, fordítva, fordítva. Fordítva. Igen. Így. És akkor az eddig így fog kinézni. És az egyik felére kell majd az antenna. Aha. Hát ez szóval nagyon nem mutatja meg, hogy hogyan kell, szerintem a kábel a technikelem. És akkor erre megy rá az antenna szerintem. Egyébként de nem mutat sehol, hogy ez így menne rá tulajdonképpen. Ja, nem is jó raktam. Ja, így. Jó, én voltam ilyen. Akkor ez plusz elem, ez a technikelem. Jó. Hogy. Jó, készen van a műhold. Srácok. Ez is készen van. Akkor Lego City műhold. Műhold. És akkor van még egy számlap, amit viszont úgy csinálhattok, mi hogy ennek a műholdnak. Vagy nem? Várjátok, hogy nézzem meg. Akkor van plusz elemmel. Akkor úgy összerakhatjátok, hogy nem csak így van, hanem plusz számlapok. Értek? Szóval egymás mellé tehettek két számlapot, vagy mindkettő helyére lámpát. Például, hogyha szeretnétek. Ez tök jó, és sokkal annyi vettem majd, hogy lehet egy picit modifikálni, illetve maradt még egy pár ilyen technikelem is.
Ezt majd később fel lehet használni. Nem gondoltam, hogy ennyi plusz elem marad egyébként, de semmi baj. De mivel, hogy neki maradt pálcája, nem, ő neki viszont még nincs. És közébe neki is teszek egy pálcát. Na, így már mindjárt jobban néz ki. Egyébként neki nem látom pálcája, mert összeellem egyébként, de most lesz. Most lesz neki. Na, a Lego City szettünk az kész is van. Kettő használati utasítást, azt köztől rakjuk. Ezeket gyűjtöm. Nézzük a következőt, és valószínűleg persze tartunk. A következő szettünk még pedig egy Creator set. Ide rakom nektek feloldásatok. Egyébként ez az űrhajós, ez most így... Komolyan nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki a szkafandere. Hogy ez így félnik, ez így... Ah, állat. Nagyon állat. Na akkor nézzük a mozdony Creator setünket. Ami azt írja, hogy egyébként, hogy 3 az 1-ben szett. És nézzük meg hány részlet. Hú, ez elég sok részéből fog állni. Ez konkrétan az már 19 lépésből, ezt tovább fog egy picit tartani, mint a többi. Jó, oké, elég hosszú videónak nézünk elébe, már őszintén ez mondjuk van fél órás videó. Ez is hosszú lesz, srácok. Azért mondtam, hogy slide-ba kellett volna csinálni, de egyébként nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fog tartani ezeket a szetteket kirakni. Azt hittem, hogy például ez is, hogy kevesebb lépésből áll. Akkor álljunk is bele. Na ebben aztán egész sok elem van. És elég jó fog kinézni ez a kis mozdony. Konkrétan kell egy hatos elem, hatos kék. Egymás mellé kell rakni a kettőt, ma egyből. Hogy? Csak ugye ezt annyira nem mutatja el egyébként, hogy ezt így kéne, de így kell. Ezért kell, ezt, hogy gondolkodni is kell nem egyébként az ennek a kirakásánál. Mihez kell még épül Technic set is. Technikelem is pluszba. Akkor kell ez az elem. Fordítsam meg. És... Így van. És kell bele kettő technikelem. Látjátok-e? Most akkor vissza kell fordítani. És ennek az elejére, ami ugye kimaradt hely, arra kell rápattintani ezt. És akkor nem kéne nekünk, hogy... Mi a mindegy lámpa, vagy valami is, ám is van. Kicsit feljebb tartom, hogy jobban lássatok. Kell nekünk egy amit így kell. Hú, jó néz, ez az elem, ez tetszik. Ez konkrétan szerintem versenyautóhoz is fel lehetne, aztán milyen jól néz ki. Aztán. Igen, az megvan. Igen, ezekre az elemekre, erre kell kettő szürke.
Azt mondom, most észrevettem. Kettő szürke. Ezeket tele kell raknunk. Most az elejét, ha jól látom, ebből kell nekünk négy. Most is véghez is hajtjuk ezt a dolgot. Csak van annyi egyáltalán, mert kell, hogy legyen. Olyan nincs, hogy nem. Semmi sincsen. Csak lehetetlen és tehetetlen. Illetve kell a végére. Végére kell a lyukas. Lyukacs, lyukacs. Igen, és a végére kell a... Egy. Szóval kezdünk összeállni. Most azt, hogy én gyorsan haladok, már azért nem vágom, hogy mit hogyan kell összerakni. Most tartunk konkrétan a... Már a 9-es lépésnél. Olyan átlátszó izé volt. Há, hogy nem volt. Meg ezért mondom, hogy a izé között a kínai, illetve a rendes Lego között azért minőségben, elem minőségben is azért van különbség anyaghasználatban is, úgyhogy azt jobban szeretem az eredetit. Jobb, vagy jobb összerakni, jobban összepasszol, szóval nem is tudom. Egyébként. Meg hogy nem tudom, hogy jól össze van állítva, szóval érzed, hogy ilyen masszív összerakod. Na, akkor... Hol is tartottam? Hol is tartván a dolgokat? A dolgokat? Azért haladok. Kell nekem most egy négyes elem. Most ezeket... Most ugye megraktam a közepét. Most fel kell építenem rá az egész... Mondhatni úgy, hogy vázat. Amit már most nem jól csinálok, srácok, mert elbasztam. Hoppá, elbasztam. Kihagytam a lépést. Sajnos. De hát ez olyan szokás, hogyha az ember ha dolgozik az ember, akkor hibázik. Ezt szokták mondani. Nem? De. Egyébként. És akkor kell építenünk majd fel a vázat. És most jön majd a 11-es lépés. Ami őszintén csak ennyi, és utána ezt folytatván kell ráraknunk a 4-est, 6-ost, és kell nekünk még egy 3-as keskeny. Amúgy, hogy kamerában is lássátok a folyamatot, hogy hogyan fog összeállni. Ugye a képet is direkt azért úgy raktam, hogy ti is lássátok, hogy hol tartok. 12-esnél tartok. Hú, hát igen, ez 19 lépésből áll. Csak kell nekünk egy... Hogy is? Azok kettes elemek, nem? Jó, hogy ez már... Igen, ez már a teteje. Szóval most már jöhetnek az ilyen elemek. Ugye? Igen. Most már hozzonnak a közöttek, most már lehet látni, hogy hogyan néz ki. Jól fog kinézni, srácok. Menő lesz ez a cucc. Kama most tetszik. Kell nekem a kettesem. És akkor ez a része egyébként a fülke, de ez nem mikrofigura szkéles, úgyhogy nem fér bele figura. Jöhetnek a tükörelemek. Egyik oldal, másik oldal, ez kétszer, és akkor itt tartunk. És akkor... Igen, torony. Nem jó helyre raktam az üveget. Egy előrébb.
Igen, ez van, hogy ilyenkor az ember rájön, hogy hibázott, akkor neki tudja javítani, amit elrontott konkrétan. Na, szerintem most már alakulunk, nem? Most már azt kell mondom, hogy jó fog kinézni. Most jön a tetője. Na, srácok, ez, na, azért azt hittem, hogy egyébként, hogy kisebb lesz, de nem, hogy építed rá egy egészen azért, na, és jó, összepasszentolt, az egy, strandcuc. Akkor mi jön még? Bele kell rakni a pálcákat. Ezt meg kell ismételni. Így. Igen, ez a fülke. Oda kellett betolni a pálcákat. Egyébként így meg kellett volna fordítani. És így kellett volna, mindegy. Egyébként lehet, hogy úgy van, hogy több ilyen izét is hozzá tudsz majd később kötni. És akkor most kell összerakni neki a kerekét. Azt hiszem. Vagy mi az? Ja, nem, az, az eleje. A most, aki köszön neki a világítását. És azért közel látszó. És akkor ez jön az elejére. A piros meg egy kék fedővel, így. És eddig készen így állunk a mozdonnyal, meg majd még lesz még egy gyors ezénk. A kerekét azt nem mondta, hogy anyám kell összerakni, mi? De, mutatja. Az nem ott, az óra lesz neki. Ami... Így. Füstölő, és az elejére is kell egy lámpa. Az meg... Hol vagy én? Az elejére. Na, az én, na. Ez így már valami. Ott a pöfékelője, srácok, a pöfékelő. Meg azt mutatja elvileg, hogy ide kell a fekete? Nem, nekem azt nem mutatja egyébként, hanem csak annyit, hogy ide kell középre egyen izé. Nem. De. Ide. Ide kell egy, és kész. Ez a része. Utána csak fel kell csattintani a kerekeket. Ugye hátulra kell a legnagyobb, magam is azt mutatja. Előre meg a kisebbek. Ugye? Jó. Hát akkor mutatom, hogy így kell rá. Csak így rá kell pattintani, hogy később hogy tudjon futni a sinen. Egyébként. És látjátok, ezek forognak is ám. Ahogy azt itt, hogy ám nem forogom, az a cucli! De forog, kurva jól néz ki. Nekem tetszik. Van egy kis mozdonyunk. Ja, még mi maradtak ilyen plusz ilyen elemek, amiket, majd, amiket még pluszban lehet hogy használni. Bot, cuclik. Elég sok plusz elemünk maradt. És így van, kész is van a mozdony. Hát nem jól néz ki, de babán néz ki. Tök jól néz ki egyébként, nézzétek. Igen, van 39 perc, úgyhogy gyorsan leszek. Igen, tudom, hosszú videó lesz, de most ez van. Igen, azt mondja, hogy Lego percek. A Lego percek elég. Azt akartam csinálni, hogy ezek rövid
rövid kis videók legyenek tulajdonképpen, és egy újságot mutatok be egy videóban, ahhoz képest a többi rész is nagyon hosszú lett. Legrövidebb azt hiszem az 40 perc volt eddig. Úgyhogy, de csak figyeljetek, a többi rész az már tényleg rövid lesz, hiszen csak ilyen pár perces lesz. Gondoltam, hogy ezt azért mutatom be ezeket, mert ezek jó pufa szettek. És egyébként olcsók is, és eredeti Legóról van szó. És nem mellesleg, hogyha gyerekről van szó, még jó szórakozás is neki. Ezek is jó pufa kis szettek. Ugye már karácsony nincs, de egy ilyen például karácsonyra is tökéletes ajándék. Na, itt is van az összerakásia, ami konkrétan 12 fak. Fac? Nem 17, hanem csak a mikorásunk áll 18-ból, plusz az asztal 8-ból. És az ajándékkal kezdjünk az ajándékkal, ami viszont azt hiszem nem fac, hanem az a Mikulás bácsika lesz a kezdése neki. Mert ez kell egy fehér hatós, egy piros hatós, sokkal ezt kell egymásba pattintani. Közepén pedig kell egy egyes. Majd tesszük a ketteseket, és akkor majd egyből be tudom állítani, hogy az egyest, és egy beállítani magát, hogy be fog állni, hogy és akkor a sárga, narancssárga az? Nem, olyan narancssárga nincs, ez inkább ilyen vajszínű. Igen, mert az lesz neki az öve. Így van. Így van. Pontosan. Igen, és akkor most épül fel. Szóval az ilyen kis creator, de egyébként mini brickheads akar lenni tulajdonképpen. Ami így, ugye a brickheads-ek az ilyen 3000 körül vannak, de ez meg konkrétan, ez is csak egy 1500 forint konkrétan. De polcon, egyébként polcon is szerintem tök jól fog mutatni. Amit nem találok, mert ugye elvileg egyes tornyos elemből is kéne még lennie neki. Ugye? Igen, meg is van. Meg is van. És akkor már egyébként a torzója már meg is van. Ez az elem, ez meg konkrétan a ruhája. Akkor ideje, látjátok? Na, akkor a négyesnél meg is van a négyes része? Jó, akkor meg van a négyes, úgy tűnik. Így. Srácok, egy kicsit, tudom, tulajdonképpen kicsit begyorsítok. Így. Jó, akkor ez eddig meg is van. Össze kell rakni a karját. Ugye két karja van, szóval kétszer kell megcsinálni. Ez hogyan is lesz? Nem, vagy... Nem, mert fordítva. Fordítva. Fa. Hát, nem jó, mert fa. Facit. Nem, mert nem úgy kell állatva. Mert így. És... Igen, így. És akkor ezt kell megismételni kétszer.
Nem, mert a másik ez az másképp fog kinézni. Ez volt a jobb, a bal kezem a másképp. Szimmetrikusra kell beállítani gyorsba. És akkor lefele fordítod. Ez az. Jó, addig meg is vagyunk. Kell a szakálla. Szakállam, szakállam, szakállam. Hol van a másik elem? Szakál, szakál elem. Ojojojoj, csúszkálunk, csúszkálunk. Oké, kell még a fehér? Nem, ez a fajta fehér kell. Lehet színbe hozzuk. Jó, akkor itt tartunk a 8-asnál. Vagyis nem, a 8-as megvan, a 9-es. Arra kell... Így. És vízszintbe hozzuk. És... Kell neki az elem. Az elem. Kell még egy itt valahol lenne. Így, és kell egy, ami az óra lesz. Na, be kéne ezt. Így van. Hú, de jól néz ki. Hát, nekem ezt tetszik. Van 45 perc. Szóval kicsit majd felgyorsítom egyébként. Szerintem az összerakást. Úgy. Ez már a 11-es lépés, a következő pedig a 12-es, amikor tetején vagy a piros. Zé. És a következő pedig, most jön rakjuk össze a sopeszt. A csopeszt. Van egy ilyen hármas eloldalú elem is. Azt kell berakni. Aztán azt ide kell rakni. Így. Tetejére kell rakni egy ilyen. Hogyan? De. Jó, csinálom. Egyébként nem is néztem annyira, de már rájöttem, hogy hogyan kell. Azt mondom, hogy picit majd lehet, hogy fel fogom turbozni. A szemeket kell volna belerakni, mi? Ezt elfelejtettem. Nem jó. Jó, ez most egy kicsit kancal lesz. Kicsit kancal lesz. Jó. Oké. Okay. És most rakjuk össze a lábát. Csabát neki. Elejtett a láb. Ez ilyen... csillogósabb. Úgyhogy ez lesz a csizmója neki. Így ni, látjátok? Hát, tök jó. Na, akkor ezt megismételjük, mert ezt kétszer kell megcsinálni.
Fekete. Fekete, fehér. Fekete, fehér és vet a csizmó. Csizmó, csizmó. Nem jó, fordítva. Hát de meg van itt fordítva a dolgok. Fognak fordítva. Kezdtem a Miki Mikulás. Miki Mikulás. Csak a bolyhot ne elfelejthetem a sokkoljáról tulajdonképpen. Egy. Az sem egy. Csak a Mikulásunk az készen is van. Most rakjuk össze az ajándékot. Így. Jobb fog, az ajándék lesz ez. Így, azt meg letesszük ide mellé. Így. És még vissza az asztal van vissza nekünk. Ez kell kettő, 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 kettő. Van ez a fajta ilyen lábelem. Ilyen, őszintén, ilyen elemet még nem is láttam. Láttam, most láttuk ilyet először. Egyes, kettes lépés megvan. Háromos, és ugye ez már a negyedik, amikor már rárakjátok ezt is. Könnyen a legozott az már tudja, hogy konkrétan kész az asztalkája. Az, hogy miután mi jön egyébként, meg mit hogyan kell csinálni, és már a már annyira nem is nézem a mindig a azért csak egy pillantás fületekre, és van nagyjából tudom, hogy mit kell csinálni. Következő, összerakjuk a kis mini mozdonyt, ami kicsit összehajtom, hogy jobban lehessen látni a lépés egyébként. Hogy kicsit jobban összeillesztem. Igen, akkor erre jön még egy réteg. Ez már hatos. Most a mozdonynál is ugye, és az asztal után ugye az asztal is 6 8 izéig alá lépésből áll. Mikulás az meg azt hiszem 10, az 19 lépésből volt és csak kis mini briketsz. Az a tony. Ezt már rárakható, nem fordítva. Fordítva, na most ez a mozdony most ilyen lesz. Így. Fogok kicsit gyorsan haladni, gyorsabban haladni. Egyébként nektek majd egy picit fel lesz gyorsítva egyébként majd a videó, mert túl hosszú lesz így is. Így is van. Ez készen is van. Így néz ki rajta a mozdony, úgyhogy igen, csak egy üvegelem kellett bele, ha jól látom, nem több. Illetve, elfelejtettem valamit, hogy a télapónak a kezébe rakni a szerszámos. Amivel összerakta... összerakta tulajdonképpen a... készen van a mini briketszünk is. Készen vannak a szettek. Remélem tetszett nektek ez a kis dolog.
Illetve, hogyha tetszett a videó elején levő kis paródiám is, akkor ezt jelezzétek egy like-kal. Ha nem, akkor egy dislike-kal. Ezt ne vegye senki magára, ez csak vicc és paródia akart lenni. Kicsit gondolom, hogy kicsit színesítjük a tartalmat. Úgyhogy tényleg köszönöm annak, aki meg fogja ezt nézni, ezt a videót. Szeretnék hasonló és minőségi tartalmakat csinálni nektek. Úgyhogy találkozunk a live-ban ma este. Én fogok live-olni Fortnite-ot. Azt hiszem ez is volt megbeszélve az ütemtervbe, illetve történt még valami incidens, ami miatt én fogok live-olni egy ideig Fortnite-ot nektek. Brandon majd meglátjuk, hogy hogy lesz, miként lesz vele a dolog, remélem, vagy, na, vagyis Dingo, na, Dingo, vagyis Zsoborka, Zsoborka mester, meglátjuk, hogy ő hogyan fog majd állni a dolgokhoz, és reméljük, hogy változik ahhoz, ám hozzá, és annak is meg volt az oka egyébként, hogy ez történt, de az így ilyen maga jellegű dolog. Ezért mondtam, ezért van az, hogy most én fogom majd streamelni a Fortnite-ot. A custom game-eket azt nem tudom megoldani én, mert az ő fiókjához van kötve. Én csak a YouTube csatorna támaszt adtam neki, hogy meglegyen neki, meglegyen a support a kreatorkod. Szóval, ja. Úgyhogy ő fogja, hogyha visszatér, reméljük, akkor ő fogja csinálni a custom game-eket. Hogyha ez nem áll fent, és netán nem tud, akkor csinálunk egy sajátot, de reméljük, hogy visszajön, mert nekem is, illetve ahogy láttam, nektek is jobban tetszik egyébként, hogy ő csinálja a Fortnite tartalmat. Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmet, kövessétek be a Facebook oldalunkat, Instát, illetve most csatlakozzatok Facebook csoporthoz, és lájkoljátok a Facebook oldalunkat. Most elköszönök tőletek, Atis voltam. Szevasztok!